Az Európa-bajnok Vince Balást, az UVS edzőit hallgatják az AquaEse fiataljai az elmúlt év nyarán a Sóstói strandon. A példaképek közelről sorozatot az újpestiekkel karöltve 3 évvel ezelőtt indított el a Nyíregyházi Egyesület. A cél az volt, hogy olyan aktív és már visszavonult vízilabdázókat ismerjenek meg testközelből a gyerekek, akik sportpályafutásuk mellett a civil életben is sikeresnek bizonyulnak. Nagyon várták a gyerekek ezeket a programokat, főleg azért is, mert olyan hát, aktuálisan is még napjainkban ismert és nem régi sportolókat hoztunk, akiket akár a tévéből is ismerhettek már, más úton, módon. Értem itt a 2-szeres olimpiai bajnok Fodor Rajmundnak a személyére, aki nem csak hogy olimpiai bajnok, hanem mellette az Exatlon Hungary-nek is volt játékosa. Nagyon nagy siker volt az, amikor érmeket hoztak le, és testközelből nem csak képeken vizuálisan láthattak érmet, hanem megfoghatták, nyakukba vehették, és úgy fotózkodhattak vele. Ez is egy nagyszerű élmény volt a gyerekeknek. Meg az, hogy tényleg testközelben ott voltak ezek a sportolók, és a saját szájukból hallhatták azt, amit elmondanak, nem közvetítőn keresztül, hogy miért érdemes sportolni, miért van ez összhangban az élet más területeivel, ahol jól lehet teljesíteni. Mint a mai sajtótájékoztatón bejelentették, a sorozat némileg megváltozott formában folytatódik. Évi 5 alkalommal már nem csak vízilabdázókkal találkozhatnak a gyerekek. A pedagógusként dolgozó Pazonyi György szerint a fiataloknak szükségük van példaképekre, igaz, nem mindig egyszerű az egyeztetés a kiszemelt sportemberekkel. Ez változó, nagyon személyiségfüggő, illetve korfüggő. Az aktív sportolók ugye nehezen mozdulnak, mert edzés, verseny, stb. Az idősek azért mozdulnak nehezen, mert idősek. Tehát ez a 40-es, 50-es, 60-as korosztály az, aki első szóra jön. De például most a hétvégén volt egy olyan élményem, hogy Hellebrand Mátét hívtam föl, hogy lenne egy megjelenés. Egyből azt mondta, hogy igen, ott leszek. Tehát nem kérdezte, hogy miért, mennyi időre, hanem jött is. Úgyhogy egy üdítő kivétel volt, de szerintem meg fogjuk tudni oldani, hogy ide Nyíregyházára, és ez az év 5 alkalom, ez nem olyan sok. A bajnokságból még 2 forduló van hátra. Az AquaEse csapatai a hétvégén Győrben szállnak medencébe. A gyermekcsapatunk az eddig 11 meccsből 11 győzelemmel debütál, és szinte hihetetlen, hogy milyen eredmény ez. És hétvégén Győrben lesz a derbi. Azért mondom, hogy derbi, mert a Győr is veretlen. Egy sorsdöntő meccsünk lesz. A serdülünk is szépen szerepelnek, ők a tabella közepén helyezkednek el, és az ifi csapatunk, a sajnos a sok tovább tanuló és érettségiző diák miatt gyengén muzsikán, mert nem tudnak úgy edzést látogatni, de összességében elégedettek vagyunk azzal a teljesítménnyel, amit az AquaEse képvisel a vízilabdában. Az AquaEse nyáron 5 tábor tart majd a gyerekek számára. Egyik alkalommal az olimpiai ezüstérmes úszó Szabó Tünde lesz a vendég a példaképek közelről program keretében.